Kiderül ma, hogy mit gondol a szerelemről? Nem. Szerelmeim című önálló estjével állt a tolnai közönség elé Orbán György a Magházban. Egészen pontosan, ahogy ő fogalmazott, felolvasó estről volt szó. Voltál már cirkuszban? Kérdezte Tom. Igen, és ha jó leszek, apuka megint elvisz. Én 3-4 is voltam cirkuszban. A templom sokkal unalmasabb, mint a cirkusz. Ott mindig játszanak valamit. Tudod, mi leszek, ha megnövök? Bohóc. Igazán, milyen jó lesz neked. A bohócoknak olyan szép ruhájuk van. Igen, és marok számra kapják a pénzt. Ben Rogers azt mondja, hogy sokszor egy egész dollárt kapnak egy napra. Mondd, Betty, jártál már jegyben? Mi az? Hát, jegyben jársz, hogy utána férhez menj. Nem. Szeretnél? Természetesen nem a saját szerelmeimről fogok én itt beszélni, hanem arról a gyönyörűséges és esetenként borzalmas erőről, ami bennünk lakozik, a szerelemről, hogy mégis miért az egyes szám első személy a címben, azt gondolom, hogy erről nem lehet úgy beszélni, hogy az ember ne a saját életén, a saját történéseink keresztül nézné. Ennek az érzésnek, ennek a sokszor vívódásnak, gyönyörűségnek, borzalomnak a néhány aspektusát, mert csak néhányat lehet ebben a 3-4 órában felmutatni. Intimitásokról beszél az ember, de azt gondolom, hogy egyfajta közös intimitás az, amiről itt a közönséggel együtt beszélgethetünk, abban az esetben, hogyha eljut hozzájuk az én mondandóm. Nagyon széles palettáról hallhattunk verseket ezen az estén. Magyar és külföldi szerzőktől egyaránt hangoztak el művek. Ezek mind-mind olyan szövegek, olyan javarészt versek, illetve prózák, amelyek valahol életem egy-egy pillanatában nagyon is azonosak voltak azzal, amit én akkor előbb vagy később éreztem. Egész egyszerűen szinte saját magukat terelték egymás mellé. Nagyon nem is kellett gondolkodnom rajta, inkább pont a bőség zavara volt, hogy melyek azok, amelyek benne maradhatnak ebben a zárt időben. Szerelmes vagy, sóvár egész augusztusig. Szerelmes vagy, nevet szonettodon a lány. Ődöksz kedvetlenül, elhagynak társaid, aztán pár kurta sort ír egy estén a drága. Kíváncsiak voltunk, korunkban mennyire van létjogosultsága a verses esteknek, és hogy hogyan látja ezt példáján keresztül egy előadó művész. Nekem nagyon fontos, én ezt csinálom, nekem ez a mindenem. Hogyha úgy fordítjuk a dolgot, hogy ennek mennyire van elfogadottsága, ez egy nagyon intim műfaj. Tehát ez nagyon kevés embert tud megszólítani, és nem is kell többet. Ezt nem lehet művelni 1000 ember előtt, ez 20-30-50, legfeljebb 100 ember előtt szólalhat meg. Ennyi közönség pedig mindig össze szokott jönni, és azokkal azért úgy szót tudtunk érteni. Az, hogy nagy szükség van rá, abban egészen biztos vagyok, mert meglehetősen kiüresedett a világunk, és szükség van azoknak a titkoknak a bevallására, amelyek szerintem ezeken a szövegeken keresztül megtörténhetnek, legalábbis én erre törekszem. A nézők között, talán a legkisebbektől eltekintve, az összes generáció képviseltette magát. Ennek gyakorlatilag teljes a szórása. Tehát itt az egészen fiataloktól, az egészen tapasztalt korosztályig mindenki vevő rá. De hát a szövegek azok általában olyanok is, hogy mindig mindenkit akarnak megszólítani. A szerzőkben soha nem gondolkodik az ember, csak szövegekben. Azt, hogy ezek nagyon sokféle hangulatúak, nagyon sok oldalról mutatják be, amit én a szerelemről gondolok, annak az az oka, hogy a szerelemnek van nagyon sok arca. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó.